Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit, Izsák Norbert vagyok, a PTF keresztény szemléletű coach és vezetőképzésének, valamint a Business Coach szakirálynak a vezetője. Tudatmódosító sorozatunkban 4-5-6-7 percben valamilyen menedzsmenteszköz, technikát, néha pszichológiai elméletet vagy attitűdöt próbálok feltárni, és hát nagyon remélem, hogy ezek hasznosak számotokra. A mostani adásra az érzelmek visszajelzését hoztam nektek. Ez coachingban, munkahelyen, otthon, a családban, férjünkkel, feleségünkkel, gyermekeinkkel, kutyánkkal, macskánkkal, sőt, még anyósunkkal, apósunkkal is bátran használható. Az előző adásban beszéltem arról, hogy hogyan lehet bizalmat kiépíteni, és tulajdonképpen ugyanerről van itt is szó, hogyan tudjuk azt jelezni a másik félnek, hogy nem csak meghallottuk, amit mond, hanem érzékeljük őt, a szívünkkel, az érzelmeinkkel is ráhangolódunk. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nőjön a bizalom a mi kapcsolatainkban. 4 módja lehetséges ennek, hát ideírtam ezeket, pontosabban a feleségem, Hajnalka. Vizuális, auditív és az érzéseikből visszajelezhetjük az övét és a saját érzéseinket. És miért fontos ez? Azt veszem észre magamon is és másokon is, hogy időnként nagyon nehezen tudunk a saját érzelmeinkhez kapcsolódni. Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor elássuk az érzéseinket, eltitkoljuk azokat, palástoljuk, vagy azért, mert félünk, vagy azért, mert szorongunk, vagy azért, mert szégyeljük őket. Valamilyen okból ezek nem bukkannak fel, sőt, ez egy életmóddá is válhat, és az a szomorú tapasztalatom, hogy időnként menekülhetünk az érzések előtt, akár a saját érzéseink elől is. Eszembe jut Pál Ferinek az esete. Mindig el szoktam mondani, vagy legalábbis többször elmondta már, hogy ő hetente egy napot, így hát bőjtől, kapcsolatbőjtől, akkor elmászkál erdőbe, meg vidékre, meg mindenhova, és megkérdezik tőle ilyenkor a kegyes hívek, hogy ilyenkor ugye biztos Istennel van, és Pál Feri azt szokta mondani egy kis félmosra, hogy ilyenkor inkább magával van. Természetesen magunkkal vagyunk, nem tudjuk kizárni Istent is, de fontos, hogy kapcsolódjunk magunkhoz. És amikor tudatára ébredünk a saját érzelmeinknek, érzéseinknek, akkor nagyobb eséllyel tudunk önmagunkhoz, teljes lényünkhöz kapcsolódni. És azt hiszem, hogy ebben a mostani világban ez egyre fontosabb, amikor annyi minden elterelhetni a figyelmünket, hogy önmagunkra is tudjunk figyelni, a szívünk belső hangjára és az érzéseinkre, érzelmeinkre is. No hát, mit jelent ez? Vizuális érzelmi visszajelzés. Én beszélgetek mondjuk veled, és azt látom, hogy legörbül a szád. Akkor ezt visszajelezhetem neked, hogy most feltűnt, hogy legörbült a szád. Ez jelent valamit? Látom azt, hogy dobolsz. Az már az én minősítésem lenne, ha azt mondanám, hogy idegesen dobolsz, nem tudom, hogyan dobolsz, de látom azt, hogy dobolsz. Ez jelent valamit? Vagy látom azt, hogy most egy ilyen kis magzati pozíciót vettél fel a beszélgetés közben. Ez mit jelent? Vagy hogy kihúztad magad, és olyan egyenes gerincsel mondtad azt, amit mondtál. Ez jelent valamit? Ez különbség az előzőhöz képest? Tehát vissza tudom jelezni mindazt, amit én a szememmel észrevettem a másik emberen. Ugyanezt vissza tudom jelezni, hogyha a fülemmel hallok valamit, amit ő mond. Például azt hallom, hogy most gyorsabban beszél, szaggatottabban beszél. Nemrégiben volt egy olyan beszélgetésem, ahol feltűnt, hogy az ember, akivel beszéltem, egy kicsit kásásabb hangon beszélt, amikor valakiről volt szó, egy másik emberről, aki nem volt ott jelen. Vissza tudom jelezni azt, amit én hallok, hogy ebbe lehet, hogy van valami plusz érzelmi töltet, vagy elcsuklott a hangod, amikor ezt mondtad. Ez jelent valamit? Visszajelezzük az embereknek az érzelmeiket, érzéseiket, jobban tudnak magukhoz kapcsolódni, és lehet, hogy új felismerésekre jutnak saját magukkal kapcsolatban is. Az érzéseket is vissza tudjuk jelezni. Vissza tudom jelezni a beszélgető társamnak a saját érzéseit. Nem vagyok proféta, nem tudom, hogy ő pont mit érez, de azt tudom neki mondani, hogy én ebben a helyzetben nagyon féltem volna. És ha valaki, aki nehezen kapcsolódik a saját érzéseihez, még ezt el is tagadhatná, hogyha egy picit így szembesítem ezzel, hogy igen, a te helyedben én szégyeltem volna magam, nagyon ideges lettem volna, 3-szor ment előttem el a busz, biztos frusztrált voltál, mondjuk, megengedhetem magamnak akár ezt is. Vagy legalábbis én a helyedben frusztrált lettem volna. Segítek a másik embernek a saját gondolati és érzelmi térképét bejárni. És visszajelezhetem végül a saját érzéseimet azzal a mondandóval kapcsolatban, amit az illető elmond.
Mondhatom azt, hogy összeugrott a gyomrom, amikor erről beszéltél. Elmondom, hogy én hogy érzem magam. És így nem csak intellektuális, gondolati szinten tudunk kapcsolódni, racionálisan, kognitíven, hogy még sok külföldi idegen szót mondja, hanem érzelmileg, a szívünk is találkozik. Én jelzem azt, hogy átérzem a helyzetét, vagy valami megmozdult bennem azzal a történettel kapcsolatban, amit elmondott. És esélyt adok neki is, hogy kapcsolódjon saját magához, és hozzám az érzelmek szintjén. És mondok nektek még egy bónuszt, amivel pláne tudtok bizalmat kiépíteni, és nincs rajta ezen a listán. Az, hogyha valamilyen kognitív diszonanciára bukkansz, és azt visszajelzed, az pláne felgyorsíthatja a tanulást, és pláne bizalmat építhet ki. Kognitív diszonanciát most nem fogom elemezni, de hogyha valami nem stimmel, valami furcsa, tehát ő mondjuk egy gyász eseményről beszél, és közben mosolyog. Ha elmondom, hogy most egy szomorú eseményről beszélsz, és közben mosolyogsz, ez hogy van ez? Lehet, hogy kiderül, hogy az illető ezzel a mosollyal, vagy akár a humorral, ezzel az áll könnyedséggel megpróbálja távol tartani magától a szomorúságot, vagy a fájdalmat. Vagy azt mondod, hogy mélyen érzek, de közben pedig olyan nagyon-nagyon gyorsan és felszínesen vetetted ezt oda. Hogy vagy te a mély érzésekkel és azzal, hogy ilyen kicsit félváról beszélsz róluk? Sok mindent lehet ebből tanulni, és én azt kívánom nektek, hogy a jövő héten nagyon klassz saját felfedezéseket tegyetek ezen a területen, jó sok érzelmi visszajelzéssel is.